Így is van. Jó. Itt a mi kis cégünk. 17-es szintűek vagyunk. Megváltozott egyébként ez az egész menüje is. Már most szakadt felfele. Elnézést, nem akarok undorítóskodni, gyerekek, ne haragudjatok. De örülök, hogy szabadulok megfele most már a Ganétól. Na! Oké. Ugye így néz ki egyenlőre a térkép, de mondom, nekem még hiányzik ez az állam, meg azt hiszem most lesz majd... Tehát na, mindegy, ez a három hiányzik. Úgymond, ami ugye már most szürkül. Lassan azért halad azért amerikai gyerekek, azért nem semmi. Nem olyan sok van már hátra, még a végén 22-23 környékére teljes térkép meg lesz. Na! Itt vagyunk Fresno-ba most. Innen fogunk nézni valami fuvart. És valami kis cégest akarok nézni, nem kéne nagyon messze. Jó lenne elmenni ide Huronba, ha lenne oda valami. Los Angeles, Bakersfield, Sunny, Oxnard. Erre van, lent van. San Francisco. Amoda van. Olyan helyre akarok menni, ahol még nem jártam. Los Angeles, ez nagyon fent van. Ne is ára menjünk, hanem útvonal hosszra. Page. Aha, jó, akkor. Bakersfield. Lehet, elvigyen azt a nagy dögöt Bakersfieldbe. Bevállaljuk, gyerekek. Oké, legyen. Legyen ez a nagy dög. Ez a nagy hurgyi-gurgyi úgyis el fogja bírni. Jó lesz. Na. Közben kilépek addig. Indítjuk a rádiót. Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport. Oké. Sokak szerint a Forma 1-ben mindig a világ legjobb pilótáit, autóit, csapatait látjuk versenyezni, de ha fellapozzuk a sportág történelemkönyvét, az almanakokban komoly lúzereket is találunk. Na. Üdvözlünk minden szurkolót, podcastünk 55. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Mészáros Sándort és Gelérfi Gergőt. Szép napot és adómentes jövedelmet kívánok mindenkinek. Pajzos novembert kívánok mindenkinek, sziasztok! Hello, engem Betlen Tamásnak hívnak. Látom, mai műsorunkban bemutatjuk a Forma 1 10 legrosszabb csapatát, és kibeszéljük, hogy a gyenge produkciók ellenére miért érdemes mégis megismerni a történetüket. Na. Első érdekes téma lesz. Gergőhöz fordulok, hiszen az ő ötlete volt ez a téma. Egyáltalán hogy született meg maga az elképzelés, hogy erről kellene beszélni? Kérdezem ezt azért is, hiszen ezek az istállók, amelyekről szó fog esni, nem feltétlenül a legismertebbek közé tartoznak, így felvetődhet annak a gyanúja, hogy sokan nem is hallottak még ezekről a nevekről. Mindjárt a szabadba is vágok, és legyomom Gergőt úgy, ahogy ő legyomott bennünket ezzel a témával. Ez a Gergő perverziója volt, ez hónapokon át morfondírozott ezen a témajavaslaton, majd rágta a fülünket is ezzel kapcsolatban, mi pedig teljesen természetesen beadtuk a derekokat, mivel ez egy hangzatos téma, viszont ezt hangsúlyozni kell, hogy az ötlet is tőle származik, és ő a témának a gazdája és a legnagyobb tudora is, ezt szeretném nyomatékosítani. Hát én meg kell mondjam, ez valóban egy ilyen különös perverzió nekem a Forma 1 kis csapatainak történetében való bájkálás. Annak idején még én egyszer azon a blogon, ahol én elkezdtem az autósportos álmodfutásomat, ott írtam egy hosszú cikk sorozatot erről, aztán áttettem a Formula.hu-ra, és a Formula.hu archívumában miattán. Hát egy kicsit halk lesz, gyerekek, a film. Hát ha jól, szóval több mint 20, talán még több történetét írtam meg. Majszor. Melyek között voltak nagyon szép és tiszteletben próbálkozások. Más nem mondjak, például a Super Audi.
mindenképpen ide sorolható. Kis csapatok között persze voltak olyanok, akik meg hűségesen próbálkoztak, egyszerűen túl nagy falat, mert bizonyult számukra a Forma 1 anyagi és egyéb lehetőségeik nem tették lehetővé, hogy sikeresek legyenek. Ezek szerintem nagyon tiszteletre méltó próbálkozások, és semmiképp sem érdemlik meg az ilyenek, legyen szó a Super Aguriról, vagy a Hispania Racingről, a Marussiáról, és így tovább, hogy hát kacarásszunk rajtuk. Ma viszont nem ilyenekről lesz szó. Tehát ma túlnyomó részt olyan csapatokról lesz szó, és olyan csapatok érdemelték, hogy fölkerüljenek a Forma 1 történetet 10 legrosszabb csapatának listájára, ahol vagy valamilyen nagyon súlyos kutyaütőséget tapasztalhatunk, olykor ez a, hát hogy mondjam, a törvények is a jog határait is erősen feszegetik ezek a próbálkozások, pénzmosásra és hasonlókra is. Nem véletlenül választottam az adómentes jövedelmet beköszönést. Többen közülük így gondolták, hogy ők is tudnak azonosulni ezzel. És listánk tagjai közül, vagy hát a csapatok vezetői közül még egynél többen kerültek testhelyzetbe karrierjük során hosszabb időre, azt hiszem, ezt is ki kell emelni. Vagy már most jó. Kérdeztek Tamás, hogy miért beszéljünk róluk, ha még az emberek nem hallottak róla? Hát pont azért, tehát ezek olyan elképesztő történetek, hogy ezekről mindenképp meg kell emlékezni, a világnagyságok árnyékában micsoda rettenetes pusztító amatőrizmus és olykor rossz indulat és minden egyéb mélytájezte meg a Forma 1-es tetokot, de azt hiszem, hogy érdemes egy másfél órát szentelni ennek a kérdésre. Mikor láthattuk utoljára ezeket az listákat, hiszen azért az ő gyalázatos szereplésük, illetve nem szereplésük nagyobb részt összeköthető volt azzal a ténnyel, ugye, hogy megszűntek ezek az előselejtezők, illetve a kvalifikációk, tehát 90-es évek? Segíts, Gergő, hogy hol tegyük őket. Igen, hőseink túlnyomó része a 80-as évek vége és a 90-es évek eleje között próbálkozott, kísérletezett, pusztított a Formula 1-ben. Összeszedtem egy adatot. 1989-től 95-ig 17 Forma 1-es csapat szűnt meg. Tehát 7 év alatt, 89-től 95-ig 7 év alatt 17 csapat szűnt meg, nem számolva azokat, amelyeket valaki megvett és átnevezett. Tehát ez 17 olyan csapatot jelent, akik teljesen eltűntek a semmibe. Nyilván ezek javarésze ezekben az időszakokban is jött. Nagyon gyakori volt, hogy 1-2-3 évet él meg egy listáló, ahogy a főszereplőink túlnyomó része is legfeljebb 3 évig volt ilyen a világkategóriában. És ugye éppen emiatt kellett ezeket a bizonyos selejtezőket megrendezni. Nem tudom, Sanyi, te emlékszel-e, a péntek reggeli selejtezőnek, hogy mondja a gyerekkorodból földerengeneket. Hogyne, természetesen ugye színpompás és változatos volt a felhozatal azokon a pénteki napokon, köszönhetően ezeknek az úri embereknek, akik úgy gondolták, hogy jó ötlet Forma 1-es csapatot gründolni, majd ezt valamilyen formában megpróbálták a saját hasznukra fordítani. Ugye van, akinek még ez sem adatott meg, hogy péntek is a lehetsző edzésig eljusson, na róluk szól ez a műsor. Igen, a 89-es szezon volt a csúcs ebből a szempontból. 39 nevezővel zajlottak a versenyhétvégék. 39 autó kezdett meg egy versenyhétvégét, úgyhogy a rajtrácsra 26 állhatott föl. Azaz, a 39-ből a leggyengébb 13 péntek reggel selejtezett, és 9 kizdott. Tehát 9 autónak véget ért a hétvégéért péntek délelőtt, és aztán az időmérő még 4 kihullott, úgyhogy 89-ben azért a kis csapatok számára egy futamindulás, hát az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly eredmény volt. És ahogy majd látni fogjuk, hát bizony van, akiknek ez nem igazán sikerült. És ha jól emlékszem, persze, akkoriban az első 6-ot pontozták, ugye? Így jött, tényleg, az első 6-ot. Az, hogy valaki pontot szerzem, vagy dobogóra álljon, az azért elképzelhetetlen, vagy majdnem elképzelhetetlen volt. Igazság szerint nem volt elképzelhetetlen, mivel a kiesések száma viszont annyival nagyobb volt, hogyha egyszer a rajtrácsig elverekedted magad, akkor alapvetően célba kell vinni az autót, és a másodikban pontot fog szerezni. Mert akkoriban azért nem volt olyan ritka, hogy 5-6-7 autóval fejeződött be egy futam. Bizonyos szempontból itt is a listánk tagjai között is lesz egy olyan csapat, amelyik egy dobogós helyen is büszkélkedhet, de az valami jó isteni csoda folytán született meg, semmiképp sem érdem alapú dobogóról beszélhetünk itt. De tényleg sokszor nehezebb volt nekik bejutni
a rajtrácsa, mint utána valamilyen eredményt ott elér. Jó szokásodhoz híven ezúttal is kiosztottál egy tiszteletbeli címet, a top 10-en felül egy egyetlen istálló kiérdemelte valamiért azt, hogy őket is díjazd, de vajon miért, és melyik volt ez a csapat? Külön díjasként, és hát ez egy csodálatos történet, ez egyébként a legújabb történet a listáról. 2002, a Phoenix nevű istálló, nem tudom, istállónak nevezhetjük-e egyáltalán. A lényeg nagyon röviden, mert nagyon hosszan lehetne beszélni róluk. Tom Hawkins Show, aki azt hiszem sok kis hét megért, mert egyébként az új alapja volt a 90-es éveknek, 2000-es évek első felének, ő az összeomlott Prost listálót megvásárolta, és úgy döntött, hogy ezt majd Phoenix néven versenyeztetni fogja. Nem nagyon volt semmiük, tehát nagyon autó se volt, motor se volt, gumi se volt. Versenyző volt Gaston Mazzacane, akit méltattunk már korábban, ugye ez igaz, egy igazi kutyaütő versenyzőről beszélünk, és tehát gyakorlatilag csak ennyi volt. És az ausztrál nagydíjat, hogy ne hagyják ki, ezért azt a frappáns megoldást találták, hogy elküldtek két horkútot Ausztráliába, és beadták a géphátvételre, hogy akkor ők beneveznének a nagy díjra ezzel az autóval, hát értelemszerűen ugye nem fogadták el a nevezésüket. Majd Malajziában is megpróbáltak részt venni, ahol a vámon akadt fönt a felszerelésük, a csapattagjét meg nem engedték be a pályára, mivel nem fizettek nevezési díjat. És hát ami utána történt, az is valami elképesztő. Nem tudom, Sanyi, te emlékszel valamire ebből a kutyakomédiából, ami Phoenix néven rombolta a közhangulatot 2002 elején. Egy bizonyos Charles Nickerson nevű úriember volt emlékeim szerint a cinkostársa Tom Hawkinsónak ebben a produkcióban, aki most ezt tényleg elnézést, hogyha orbitális ökörséget mondok, de ő mintha valami spekuláns, valami pénzügyi vállalkozó lett volna, vagy valami ilyen fehér galléros úriember. Nem vagy perképes dolgot, vigyázz. Vállalkozó, igen. Pénzügyi szakember. Nem, figyelj. Vállalkozó kétféle van. Van a vállalkozó, aki ugye különböző tevékenységekre vállalkozik. Lehet hallani, gyerekek, én nem tudom, hogy is szél, és a csetten úgy vállalkozó. Ő az vállalkozik, amiben pénz van. Na, ő ez a kategóriás vállalkozó volt, Charles Nickerson. És hát ő volt a cinkostársa ennek a drága jó embernek, akit ő Tom Hawkins Show személyében tisztelő, ugye egy legendás alakja az autósportnak. Akkoriban, amennyi, ugye én akkortájt kezdtem a ténykedésemet az autósportban, és senki nem értette, hogy hogyan szent Istenbe adja a nevét egy ilyen sztorihoz Tom Hawkins Show, aki ugye óriási érdemeket ért el, nem csak a Forma 1-ben, hanem az autóversenyzés más műfajaiban is. Lőván sportautózás bizonyára sok helyen működött, igen. Szenzációs dolgokat vitt véghez. És annak idején neki volt egy állandó személyi asszisztense, egy luxemburgi úriember, aki a mai napig aktív az autósportban, jelenleg éppen a saját fiát menedzselgeti GT versenyzés frontján, és az évek során sokszor volt alkalmam beszélgetni vele, és erre a sztorira, erre a Phoenix F1-re mindig kitért, és ezt úgy fogalmazta meg, mint az utolsó ilyen kapálózását a Tom Hawkins Show-nak annak érdekében, hogy hát ha sikerül valamilyen formában a felszínen, vagy legalábbis a Forma 1 közelében maradt. Most de muszáj beleszólnom, mert ugye attól külön pikás a dolog, hogy Hawkins Show-nak volt egy Forma 1-es csapata ekkor. Igen, az Arrows ekkor még a rajtrácson volt, igen. És ő még egyet próbált oda összeavászkodni, tehát valami elképesztő is. Így van, de arra azt idézd fel magadban, hogy milyen állapotban volt ekkor tájt az Arrows. Azt hiszem ekkor volt, amikor a Verstappen szétperelte őket. Konkrétan, igen, és ez egyfajta ilyen menekülési útvonal. ...nak lett számva ez a projekt, mivel hogy ott is benne volt a levegőben az, hogy bármelyik pillanaton, mint a colostok, úgy esik össze az Airbus, szerencsétlen Tom Hawkins Show égisze alatt. Tehát ezt egyfajta ilyen menekülési útvonalnak szánta arra az esetre, hogyha az a kapu bezárult volna számára.
Igen, és hát ugye versenyhétvégéig sosem jutottak el, állítólag egyszer teszteltek, ez nincs egészen megerősítve, és állítólag Tomas Engével teszteltek, aki a Skodát hozta volna magával, legalábbis az akkori hírek szerint, azért egy Skoda Phoenix-et, vagy Phoenix Skodát is megnéztem volna a Forma 1-ben Tomas Engével a volánnál, tehát ez nem valósult meg, ellenben én találtam egy interjút még pár éve, az Unraced F1 nevű kiváló honlapon bukkantam rá, egy emberrel, aki dolgozott ebben a projektben, és hajlandó volt beszélni. A gépen nem jó a cseh gyerekesek a telefon. És ő árult el, hogy végül is az autó úgy, ahogy elkészült. Az úgy, ahogy, egész pontosan úgy történt, akkoriban volt Walkinshowék, meg egy háromüléses bemutató autója. Kétüléses autók ma is vannak, amiket a, például a Baumgartner Zsolti is vezet, de ez Aerosnak volt egy háromüléses autója. Na, arról leszették a hátsó szárnyat, azt rakták rá erre a tánkormányra. A motor pedig ugyanebből a háromüléses Aerosból származott. Ez egy 98-ban kimustrált hard erőforrás volt. 2002-ben akartak versenyezni egy 98-ban is borzasztó motorral. Motorral, bizony. Aztán ebből szerencsére nem lett semmi, és a gumi is külön jó, ugyanis mind a két gumiszállító, ugye akkor két gumiszállító volt a Forma 1-ben, és mind a kettő azt mondta, hogy hát nekik nem fér bele. Van elég csapatuk, köszönik szépen. És Avon abroncsokat, vagy Evon abroncsokat szereztek, ugye ez a gumigyártó nagyjából csak az 5-es életben volt jelen a Forma 1-ben, viszont az előző évben a Minardi bemutató autóra szereltek Evon abroncsokat, és ez sikerült valahogy megszerezni. Tehát egy ilyen tényleg elképesztően döbbenetes tánkormány volt, és azt hiszem, hogy Gaston Mazzacane a testi épsége miatt is nagyon örülhetünk annak, hogy végül a rajtrácsik nem jutottak el. Kétszer nevet változtattak, ezzel ugye kettővel több névváltoztatásunk volt a futamuk. Nagyjából ennyit lehet róluk elmondani, és majd pusztítóan sok perköltséget kellett kifizetni a végén Walkinshownak és Dickersonnak, miután gyakorlatilag aki szembe jött, az beperelte őket, többek között posztodák is megoldan még pénz. Egy érdekes vonulata volt ennek a bizonyos írásnak, amit az Unraced F1-ről idéztél. Ha nem tévedek, a motorért felelős szakember e-mailjét idézte a cikk szerzője, aki kerekperec megmondta, hogy Walkinshow jött, kijelentette, hogy motor kell, elmondták, hogy nincs, lehetetlen, és akkor rámutatott a három üléses Aerosra, hogy akkor ebből tessék kiszedni. Azt mondta az ember, hogy ő megvakarta fel, de azt mondta neki a Walkinshow, hogy erre mindösszesen két heted van, hogy ezt megold, hogy ez a motor, ez mi kerüljön az autóba, kábelezéssel, meg minden egyébben, majd egyszer Jánvári Zsoltit nagyon jó lenne megkérdezni erről, hogyha ő ilyen feladatot kapna, hogy kábelezzen át egy totál rendszeridegen erőforrást egy másik autóba, hogy ezt hogy lehetne megoldani. Én azt hiszem, hogy nagyon szép magyar kifejezéseket tanítana a környezetének. Biztos, 100%. És azt mondta erre a pofa a Walkinshownak, hogy de hát uram, ez egész egyszerűen életveszélyes. Azt mondta, hogy nem baj, jó van, az arra elég, hogy egy pár kört menjünk vele, nem kell ide semmi több, majd a többit kitaláljuk. Tehát nagyon bátor. Nagyon bátor. A cél az volt Malajziában, hogy be tudják indítani az autót a garázsban, ugyanis akkor már elmondhatják, hogy részt vettek a verseny hétvégén. Hát kigurulni nem kell. Annyit mondod, hogy egy-két kört, ha meg lehet tenni vele, az nem probléma, valahogy old meg, hogy ez bele. Azt mondta Pali, hogy a haját cibált a szállanként, de hogy tudja ezt a feladatot megoldani. Na, mielőtt átmegyünk Tom Walkinshow külön kiadásba a top 10-es lista helyett, hát természetesen én sem tudok ellenállni, hogy elmondjam az emlékeimet. Kettő dolog jut eszembe az úrról, azért érdekes ez ugye, mert mindeközben egy olyan istállót csinálta, ami 382 futamon indult, és persze nem nyert, de majdnem nyert, ugye erre mindenki emlékszik. És pont a Hungaroringen, a Hova tűnt Damon Hill eset, gondolom, az már mindenkinek beugrik, aki bármit is hallott a Forma 1-ről, illetve volt 2001-ben egy olyan reklámkampánya az Aerosnak Tom Walkinshow-val a háttérben, ő is ott állt az illető hölgy mellett, ami egy magyar nőhöz kötődik. Na, ki volt ő? Gregor Bernadett. Bezonyám. Gregor Bernadett volt. Hát, googlizok mindjárt. Egy bizonyos internet szolgáltatónak a kampánya volt ez. Ha emlékeim nem csalnak, egy narancssárga színű internet szolgáltatója, ami a Rubens Barrichello nevének, a család nevének az utolsó néhány betűjén. De már nem létezik. Mondjuk ki, hogy a Cello nevű
internet szolgáltatónak volt a kampánya, és én emlékszem arra, hogy kitelepüléseket is tartottak Budapesten, hogyha nem tévedek, plakátokat osztogattak, amiket Gregor Bernadett domborított, meg Verstappen dedikált posztereket osztogattak kint a pályán, óriási, óriási felhajtás volt körülött, és arra a kampány... Kedves hallgatóknak mondom, hogy a Google-ben megtalálható. És érdemes megkeresni. A Form 1-es fotósok a mai napig emlékeznek Gregor Bernadettre. Ezt megértem. Na, jó. mai napig emlegetik, hogy egy milyen gyönyörű magyar hölgyet volt alkalmuk fotózni azon a bizonyos versenyhétvégén. Egy hétvégén. Akkor megállapítom, hogy ennyit érdemes tudni a Phoenixről és a Phoenix különdíjáról, amelyet Gellérfi Gergő adományozott ennek a 2002-es csapatnak. És vessük bele magunkat a top 10-es listába, a 10. helyzet a Pacific istálló, amely 94 és 95 között gurult aszfaltra, méghozzá 33 verseny hétvégén. Néhány egyéb érdekességet, sőt, nagyon sok egyéb érdekességet Gergő fog ismertetni veletek. Mint minden más érdekességet a téma gazdája és vezérhangja Gergő fog ismertetni. Néhány gondolat, aztán azért aztán kíváncsiak a diabékeitekre is, hiszen ebben az időben már bőven aktívak voltatok. Én ugye ekkoriban kezdtem Forma 1-et nézni. És a Pacific Racing nekem mindenek előtt a GP2 nevű számítógépes játékból rémlik, amely ugye az 1994-es autókat használta. Tehát a 94-es szezont lehetett ebben a klasszikusok, akár a mai napig a legjobb Forma 1-es szimulátornak tartott játékban végigversenyezni. És én minden számomra mindig az volt a kihívás, hogy megpróbáltam azzal a szürke borzadállyal futamot nyerni. Mert úgy voltam vele, hogy a Benettonnal meg a Williams-szel nyilván megnyerem a versenyt, de majd egyszer a Pacific-kel megnyerem a versenyt, az lesz a valami. Valami egészen döbbenetesen pusztítóan lassú. Nincs már szó Pacific-re, lassú volt, de rettenetesen. De cserébe megbízhatatlan is. Ugye 33 verseny hétvégén voltak ott, hogy Tamás említette, ez 66 autót jelent, na most sikerült 6 darab célba érést produkálni. 66 benevezett autóval 6 célba érést. Egészen hihetetlen, ráadásul úgy, hogy ez egy sikeres utánpótlás csapat volt, csak hát az F1-es kabát az bizony nagyon-nagyon nagy lett rájuk. 94-ben, amikor ugye azért borzasztóan kifinomult versenyautók versenyeztek a pályán, ugye a Benetton egyesek szerint túlságos. De ekkoriban nekik volt képük úgy odaállítani, hogy pár kört, szó szerint pár kört teszteltek, célcsatornát sose láttak. Minek az? Az autó nagyon pici volt, az erőforrás többéves volt, és az elején még főszponzoruk sem volt. Aztán ez mondjuk nem annyira vicces, inkább abszurd történet, de hogy végül találtak maguknak egy főszponzort, a Death, azaz Halál nevű cigarettamárkát. Ez is kőkemény, nem? Bezony. A Halál cigi. És hogy San Marino-i nagydíj után írták volna alá a szerződést. Viszont ugye Senna és Ratzenberger tragédiája után hát már senkinek nem tűnt jó ötletnek, hogy halál cigarettát a pályán. Így aztán egy izlandi vodkát gyártó holland cég lett a főszponzor, mint egy rejtőnek. Szó szerint ez izlandi vodkát gyártó holland cég. Nem tudom, ha kevertnél van rosszabb, az szerintem ez lehet. Úristen, kérdez. Emlékeztek ti erre a rettenetesen ocsmány szürke tákolmányra, ami ott körözgetett? Én igen. Neki? Én igen. Mint neked, nekem is a GP2. Minden szimulátorok jövős atya. Így szoktak referálni rá és utalni rá, hogy minden szimulátorok jövős atya. Nekem is voltak kalandjaim ebben a bizonyos játékban. Nevezzük inkább játéknak, mert szimulátornak szerintem semmiféleképpen nem lehet nevezni még. Ma hiszemben kiváltképpen mondjuk akkoriban óriási szenzáció volt, és én magam is előszeretettel próbálgattam a skilleket ezzel a borzadája. Hát nem sok sikerre vittem, nem csak a Pacific-kel, hanem más autókkal sem. De ugye én még akkoriban nem voltam aktív, akkoriban még szerintem még Betlen Tamás is csak kezdte bontogatni a szárnyait. Nem, bólogat, hogy nem. A jól rázza a fejét. Kóválja a fejét, hogy ez ekkoriban még nem volt közel a Forma 1-hez. Nem, félreértés.
mondjam? 95-ben vettem részt az első Forma 1-es futamon akreditált újságíróként. Egyébként ez volt életem második Forma 1-es futama. Igen. Az első az építőtábor. Még az egyetemista építőtábor, igen, volt. Úgyhogy 95-ben elvileg kellett volna közelről látnom ezt az autót. Hát nem emlékszem rá, nem tudom. Akkor és kék úgy, volt. Igen, kék volt. És hogy a, most ezt csak az internetről tudom, hogy kék volt, de ha sarokba állítanának is azt mondanák, hogy van egy órám internet nélkül, hogy megnevezzem a két pilótáját a 95-ös csapatnak, hát... Meg... Hát nagy bajban lennék. Nem tudom, hol, de mondom. Hirtelen nekem is el, de ide, Giovanni Lavaggi ott volt, abba biztos vagyok, meg talán Deletráz is, ugye most ifjú, a most versenyző ifjú tehetségnek az édesapja. De tudom, ami még szerintem döbbenetes a Pacific-kel kapcsolatban az az, hogy 94-es mezőnyt, ha végignézzük, azért ott szép számmal voltak hát kis csapatok. Berusz, a Sintek, a Minardi, a Footwork, a biztos kihagytam valakit, tehát volt egy csomó kis csapat, és ezek közül olyan brutálisan kilógtak lefele. Tehát miközben azért tényleg csupa olyan istállóról beszélünk, akik hát nem a... jó, a Minardi nagyon szinten végtű csapat, de alapvetően ők sem a produkciójuk kapcsán. Szóval barátság az F1 legsikeresebb istálló, és ezek közül sikerült, hát tényleg egy ilyen bányászbéka feneke alatti pozíciót megszerezniük. Tessék, most megnéztem egyébként Bertrand Gassot mellett, Lavaggi, Deletraz és Montermini, Andrea Montermini. Andrea Montermini. Ő is a Pacific-es. Legendás. Az, és ugye ráadásul, amikor 94 végén megszűnt a Lotus, akkor a Pacific tulajdonképpen egyesült a Lotus-szal, ilyen furcsa módon, és ők a Lotus névre hozták szégyent 1995-ben azzal, hogy Pacific Lotus Racing, vagy valami hasonló néven, az Pacific Lotus Racing. Pacific Team Lotus egész pontos kívül. Sikerült meggyalázni ezt a csodálatos brandet. Igen. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ott 2010-11-ben a Tony Fernandes féle alakulat volt egy nagyot a Lotusban, akkor nézem, hogy a Pacific Racingnek. Ott például Bertrand Gassot, talán jobb sorsra érdemes Bertrand Gassot, ott is hagyta a csapatot, de aztán kénytelen volt visszatérni, mert ugye a helyére érkező fizetős versenyzőknek elfogott a pénze. Aztán a főnökség talált még újabb pilótákat, de azok meg nem kaptak szuperlicenszet, mert tényleg egy ilyen... Az egyikként Olivier Gavin volt, aki később a Le Mans-ba, meg a Corvette-tal Amerikában csodálatos sikereket ért el, akkor tudott szerezni. Szóval teljes volt a káosz, na, és szerintem annak az időszaknak az egyetemed a leglassabb istállója volt a Pacific. 94-ben ment a Belmondo a Pacific-nél? Igen. Igen. Paul Belmondo. Bizonyára. Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo fia, akinek ugye hát komoly magyar kötődés is van. És egyébként mostan tudszám kiemellem, hogy monakói hercegnőnek Stefaninak volt a szeretője. De még ennél pikánsabb dolgot is tudunk mondani Paul Belmondóról, ugyanis a 2006-os Dakar Rally-n az első napokban valahol Marokkóban benézett egy, ugye Dakaron is kipróbálta magát, és valahol a versenyen valamit elszúrt, és jött a mi kisanyink, hőnszeretett navigátor legendánk a Ceglédi Péterrel a jobb egyben, ők bőszeg gangoltak a minél jobb szakasz eredmény felé, amikor egyszer ez a jó ember, aki eltévedt, kereste az utat visszafelé, és oldalról telébe vert őket. De olyan szinten, hogy a Sanyék autója az totális a kukára dönt. Az övé is mind a két egységnek befejeződött ott, nem tudom, második vagy harmadik napon a Dakar Rally, de annak az egy nagyon nagy visszhangot kiváltó eset volt, ugyanis a kis ceglédi páros éppen azon a napon is jó részeredmény felé tartott a szakasz vége felé, amikor jött, és azt jött ez a sajnálatos eset, és ha nem tévedek, a Belmondót kéztöréssel, vagy nem tudom én mivel szállították kórházba, de nem is tudom, hogy utána a későbbi években volt a próbálkozás a Dakaron, de az egy emlékezetes magyar vonatkozású eset volt. Köszönjük az infókat, ugorhatunk-e a toplista következő, azaz a 9. Egy helyére? Ilmor motorokkal. Természetesen, nézzük. A 9. helyen a Real nevezetű, nekem, megmondom őszintén, nagyon ismerősen csengő istálló nevet találjuk, amely 1900
88 és 89-es szezonban mutatta meg tehetségét. Hogy mennyire volt erre képes a 32 futam alatt, azt hiszem megint Gergőt kell, hogy felszólítsuk, hogy ismertesse a tényeket. No, hát mindenek előtt ugye nem véletlen lehetett ismerős, hiszen 88-89-ről járunk, tehát a magyar nagydíjas tiszteletét tette a Real istáló. Igen, hát itt elsősorban nem az eredmények miatt került erre a szégyen listára a Real, hanem a csapatfőnök személye miatt. Aki mond ki, hogy miben utazott ez a drága jó ember, mond ki. Egy felmi és dísztárcsa gyáros ember volt. Óriási. A brutális az, hogy ő a 80-as években ugye ez egy német istáló volt, ekkoriban úgy tűntek fölfele a német istálók a Forma 1-ben, volt az ATS, ugye két ATS nevű csapat volt a Forma 1-ben, úgy szóval a második ATS volt a német, akkor volt a Real, a Zagspeed, ugye az Zagspeed, amire többek között Kessiár Csaba miatt is emlékezhetünk, és hát ugye itt volt ez a Hans Günther Schmidt nevű ember, ez a dísztárcsagyáros, aki... Nem dísztárcsa, ne nevezzük dísztárcsagyárosnak. Ez a Felni gyár, ez ma is létezik, és egy nagyon neves Felniket előállító cég, és ma is a legjobbak között van, szóval szárnyal valószínűleg már nem Hans Günther Schmidt irányítása alatt, de még mindig nagyon hát fontos szereplője a piacnak. A szárnyal akkor biztos nem, ugyanis ennek az embernek az az érdeme, hogy ő két formányos istálót zúzott szét, ami azért lássuk meg komoly bravúr. Záros határidőn belül. Záros határidőn belül, az ATS-t lezüllesztette, és utána következett a Real, ahol hát mindenek előtt a legfontosabb, szerintem, vagy a legnagyobb szégyen az, hogy konkrétan életveszélyes volt a 88-as autójuk. Az is döbbenetes, hogy ez az autó az versenyezhetett. Vannak fotók róla, érdemes megnézni, ahogy Andrea de Cesaris ül abban az autóban, és itt húzunk egy vonalat a kokpitnek az eleje, meg a bukókeret között, akkor az a vonal átmegy a de Cesaris fején. Mit jelentett, hogy a bukókeret egy borulásnál nem védte nem volna meg, hanem a feje az becsapódott volna. Konkrétan életveszélyes volt az autó, amit egyébként a Ferrari-ról koppintottak olyannyira, hogy a korabeli sajtó kék Ferrari-ként emlegette. Egy jelentős különbség volt, nem kettő, az egyik a sebesség, a másik meg egy motorborítást nem volt az autó, ami a látványvilágot elég extrémé tette. Mondhatni. Nem volt motorborítás. Igen, és hát tulajdonképpen elsősorban a botrányokról maradt emlékezetes az istáló. Néhány olyan dolog, amit azt hiszem, hogy ma már nem nagyon tudnánk elképzelni. Tehát egyszer előfordult az, ez pontosabban nem egyszer, hanem kétszer esett meg, hogy egy autójuk, az egyik autójuk megkúszott a pályán, és a szerelők ott helyben elkezdték javítani. Bementek a pályára, és elkezdték megcsinálni az autót. Ezért kaptak egy kis kritit, nyilván. Akkor, ami a legdurvább, hogy a Schmidt úr, ő teljesen megtébolyodott 89-ben, és elkezdte saját maga kitalálni a beállításokat. De most képzeljük el, mondjuk legyen Toto Wolff, fogja magát, és elkezd beállításokat kitalálni. Hát nem lenne csodálatos? Vagy Franz Tosta, hogy neki áll beállításokkal előrukkolni, vagy akármelyik jelenleg. Elképesztő. Teljesen szürreális, akkor fölrakatott egy szabálytalan hátsó szárnyat az autóra a 89-es magyar nagydíjon, ezért megbüntették a csapatot, majd kifizettette a tervezővel. A beteg állat. És hát a sztori vége az lett, hogy gyakorlatilag senki nem maradt a csapatnál, tehát hogy akit nem rúgott ki, az önként távozott, a versenyzők, mérnökök, mindenki, és így gyakorlatilag atomjaira hullott az istáló, mert senki nem bírta közelében maradni ennek az embernek. Egészen döbbenetes. Különösen azzal együtt, hogy ők azért nem voltak annyira rettenetesen kutyaütők, két ízben pontot is szerzett a csapat, összesen 6 ponttal büszkélkedhettek. Na, nem semmi. Javarész persze ilyen sok kiesőt hozó futamon, és hát a 48 nevezésből 20-szor is sikerült rajthoz állniuk, azaz majdnem minden második benevezett autójuk eljutott a rajtrácsig. Ezen a listán már pedig... Úristen! Tamás, te az évek során hány Real felnit használtál el? Árulj el nekem! Figyelj csak, én nem is tudom. Nem emlékszem erre a márkára. Szerintem ez túl drága volt mindig is az én autóimra.
Nem is tudom, hogy volt-e nekem valahol új autóm, amire... Ahogy az előző adásban mondtuk, dobjatok már egy kis lét a főszerkesztőnek. Dobjatok már neki egy kis lét, mert nagyon kesereg, szegény. De tényleg hangsúlyozzuk, hogy manapság is a Porsche-tól kezdve a legnagyobb márkákig pakolgatnak tuning műhelyek ilyen reálfelniket a legújabb modellekre. Szóval ha a Forma 1-ben nem is tudott maradandót alkotni, akkor vagy ő, vagy az utódai valószínűleg azért mégiscsak elértek valahova, és van némi remény, hogy talán újra feltűnnek majd a Forma 1-egén. Jó, jegyezzétek meg ezt a nevet, Hans Günther Schmidt. Mit csinál az manapság? Éle még egyáltalán? Nem találom, keresem, és nem próbáltál találom. Próbáltál utána járni, még éle ez a drága ember? Igen. Elidőzünk ezen a témán. Az ilyen embereknek a sajátosság az, hogy miután touchra tettek ilyen formációkat, azért utána mindig megpróbálnak valahogy visszakeveredni a körforgásba. Tehát nyilvánvalóan én nem gondolnám azt, hogy tőle tartanunk kellene attól, hogy Jürgen Schmidt, vagy Günther Schmidt, vagy mi a neve szerencsétlennek, hogy visszatérne. Inkább legyünk felkészülve rá, mint hogy ne legyünk. Nem érzed, hogy megpróbálna visszaavászkodni a Forma 1 közelében? Hát, miért ne? Jaj, nem menjünk tovább szerintem. Szerintem ehelyett igen, hogy ezeket a lehetőségeket fontolgatjuk, lépjünk tovább a toplista 8. helyére, amelyen egy 1963-as csapatot találunk, ATS néven futott az istáló, és egy szezon szerepel a neve mellett. Az is felni. Kérdezzük meg Gergőt ismét, hogy mivel érdemelték ki ezt a helyezést a toplistán. Most ez tényleg elképesztő. Tehát ez a történet, ez valami fantasztikus. Az egész csapat létezése, születése Enzo Ferrari pecses nejéhez köthető. Ugyanis Enzo Ferrari felesége állítólag nehéz természetű asszony volt, na nem mintha az öreg Enzo olyan egyszerű eset lett volna. El tudsz képzelni, hogy milyen lehetett ott egy vasárnapi ebéd mondjuk az asztalnál? Nem is akarom. De... nagyon kemény lehetett. Szóval gyakorlatilag a Ferrari vezetés jelentős része 1961-ben ultimátumot adott a kommentátorénak, hogy most akkor vagy az asszony száll ki a csapat vezetéséből, vagy ők mennek. És hát azért Enzo meg hát mint újjelben természetesen a feleségét választotta, így többek között a főmérnök, az értékesítési vezető, és még jó néhány vezető beosztású ember távozott a Ferrari-tól. Egyébként a Ferrari ezt nagyon durván megérezte. Ez 61 végén történt. Előtte 10 év alatt 5-ször lettek világbajnokok, utána 13 év alatt egyszer. Tehát azért ezt megérezte a Ferrari is. Na de ezek az jó emberek, akik eltávoztak a Ferrari-t, úgy döntöttek, hogy alapítanak egy új csapatot, és így fognak bosszút állni a Ferrari, hogy őket majd legyőzik. Hát nem nagyon sikerült. Ugye összesen az 5 verseny hétvégén egy darab értelmezhető célba érést tudtak fölmutatni 8 kiesés mellett. Az ATS pedig hát minden adott volt. Tehát ott volt a Ferrari volt főmérnöke, Carlo Hill. Ott volt Phil Hill, tehát az 1961-es világbajnok Phil Hill ült 63-ban már az ATS-ben. Most megint hozzunk már modern párhuzamot. Uralkodó csapat. Érted, a fél Mercedes távozik, elviszik magukkal a Hamiltont, és 2 év múlva egy gyalázatos versenyautóval tök utolsók lesz. Mennyire abszurd az egész. Magáról az autóról azt érdemes kiemelni, ha rágooglistok az ATS-re, és ugye hangsúlyoznám, hogy 2 ATS nevű csapat volt a Forma 1-ben, a másikat az imént citált Schmidt-ből verte szét. Szóval, ha rágooglistok, egy valószínűtlenül pici versenyautót fogtok látni, mintha valami, nem tudom, junior szériából ilyen játékautó lenne, úgy nézem ki. És hát a karosszéria is több, mint érdekes volt, mert hogy a motorcserét azt tette lehetővé, hogy szét kellett vágni az autó hátulját, majd összehekeztek. Hát azt nem tudom, hogy amikor a Ferrari-tól jön egy halom mérve. Csoda tervezés. Ők nekik hogy jut eszébe, hogy ez lesz a legpraktikusabb megoldás? Ott voltak az esetén, hogy fogod a flexet, szíjjel hasítod az autót hátulját, és először. Szenzáció. Ilyenkor szóltam, hogy jó van az, nem? Igen. Jó van az, megoldjuk. Igen.
Na most Hill mellett azt is érdemes elmondani, hogy volt egy másik versenyzőjük, tehát a világbajnok Hill mellett az a Baghetti, aki szintén futamot nyert, ugye ő arról a rendkívüli rekordról nevezetes, hogy legelső Forma 1-es nagy díját megnyerte, többször se nyert, többek között azért, mert átszerződött az ATS-hez szegény pára, és hát ő a 86 körös olasz nagydíjon sikerült 23 kör hátrányt összeszednie. Úristen! Mindezt úgy, hogy nem is kvalifikálta magát a futamra, de mégis engedélyezték neki az elindulást. Ugye a 60-as évek egy ilyen zűrzavaros időszak volt, még megesett az ilyesmi. Hát ez jó éve az ATS története, nem tudom, megtudtalak egy őszinteket, hogy helyen van ennek az alakulatnak a listán. Mindenféleképpen, mindenféleképpen én megszavazom. És te, Tamás? Én is elfogadom a Gergő szakértelmét. No, kedves hallgatók, akkor most én felkérem Betlen Tamást, hogy a legfrissebb újításunkkal hagyja jóvá az ATS listálót ezen a top listán. Ezen a jó ágyom az ATS listáló 8. helyezését a top 10 legrosszabb Forma 1-es csapat listáján. Ami... Ha megmutatkozol, Beszlen Tamás megafonja a Formula Podcastbe. Amit hallhattatok, de nem láthatatok, de majd egy képet eljuttatunk a Formula Podcast Facebook csoportba. Betlen Tamás a mai délutánon egy megafonddal rukkolt elő, ezzel fogadott bennünket a virtuális stúdióban, és úgy döntöttünk, hogy ez az eszköz ez időről időre vissza fog térni az adásainkban. Kérdezzük majd meg a hallgatókat, hogy elnyeri a tetszésüket, elnyelte a tetszésüket a dolog, de amíg ezt megtesszük, szerintem ugorjunk gyorsan a 7. helyezetre, amely az Onyx istáló, és szintén a 80-as évek végén, 90-es évek elején tevékenykedett. Csodák csodája, szintén 2 szezon erejéig. De ők voltak azok, akik szereztek egy dobogót Gergő avasba a részletekben. Igen, a 89-es szezonban Stefan Johansson a portugál nagydíjon dobogós lett az Onyx-al. Na, azért azt gyorsan tegyük hozzá, hogy ez a bak szerencsének és isteni csodának és minden egyébnek Deus ex machinának volt köszönhető, hogy nem erő alapú volt a dobogó, az jól mutatja, hogy a következő 3 selejtező zsinórban kiesett Stefan Johansson, és még a kvalifikációig sem jutott el. Az Onyx csapat, hát elsősorban a csapatnál dolgozó elmebetegek száma volt kiemelkedően magas. Nem tudom, mondta nektek valamit, vagy hát mielőtt itt elkezdtük a felvételt, mondott nektek valamit az a kifejezés, hogy Manitron. Manitron. Ez Jean-Pierre Rossemnek a találmánya volt, amivel talán tőzsdei információk megjóslására vállalkozott, vagy nem is tudom, de valami nagy botrány volt, nagy szélhámosság volt emögött. Ezért a Manitron Onyx a csapatnak a neve. Bizony. Jean-Pierre Van Rossem, ő az egyik, aki később ülőtest helyzetben is töltött időt börtönben és a parlamentben is, tehát ő változatos helyeken üldögélt. Igen, és hát neki volt ez a nagy találmánya valóban, kicsit olyan volt, mint a Kempelen Farkas sok gépe. Tehát ugye hivatalosan ez egy szuper számítógép volt, ami megjósolta a tőzsdei mozgásokat. Hát valószínűleg ez egy egyszerű számítógép volt, és Van Rossem úr pedig hát egyszer elhibázott a dolgokra, de tényleg, hogy az üzletfelei között még a belga királyi család tagjai is megvoltak találhatóak. Ugye a végső célja neki az volt, hogy le fogja győzni a kapitalizmus rendszerét, és belevezett a Forma 1-be. Hát nem teljesen logikus? Hol máshol tudnád a kapitalizmust legyőzni, mint a világ legkapitalistább sportágában? 2018. decemberében szenderült jobb létre szegény ember, és csak nézem a Wikipedia-n, tehát a különböző titulusok, tehát ő tőzsdeguru, közgazdász, elítélt csaló, kiadó, szerző, filozófus, közéleti személyiség, politikus, valamint a belga és a flamand parlament tagja, tehát ezek a jelzők vannak felsorolva a Wikipedia-n, tehát színes egyéniségről beszélünk, mondhatjuk. Színes egyéniség volt, és ugye ő valóban tavaly előtt hunyt el, méghozzá eutanáziával, önkéntes halállal, és ő nem volt beteg, az a nagyon érdekes, hanem ő azt mondta, hogy ő leélt egy teljes életet, és neki ez elég különös. Na, de magáról a csapatról azt hiszem, tehát ugye belépett az Onyx listáról a Forma 1-be, el is tudtak indulni a szezonnyitón, egész pontosan úgy, hogy a szezonnyitón a garázsban sikerült befejezni a versenyautókat pont időben. Azért integetek, hogy hát
azért ez nem olyan nagy ritkaság, hogy, hogy az utolsó alkatrészeket még ott pattintják rá, ugye, sőt, hát van, aki elutazik egy versenyhelyszínre, és mégse sikerül összerakni, szóval ezzel még nem lógnak ki nagyon a sorból, nem? Ezzel nem, de majd akkor mondom mást. Tehát gyakorlatilag ez az ember, ez nagyon gyorsan megőrül. Biztos, hogy már fáros szemben, biztos, már korábban is őrült volt, de az nagyon gyorsan kiderült, hogy ő Phoenixben már úgy jelent meg, hogy 3-3 alulöltözött lenge teremtés mászkált a két oldalán. Tehát persze nagyon jó, hogyha valaki szép lányokkal közlekedik, de hogy 6-tal az még a formányos pedokba is feltűnést keltett. Úristen. Pusztítóan drágán vett egy magángépet, de tényleg, tehát döbbenetes összegért, és azt mutogatta, és hát közben olyan nyilatkozatokat tett a Monitron Onyx csapatfőnök tulajdonosaként, hogy ő jövőre majd leszerződteti Nigel Mansellt, meg Ayrton Sennát, mindenkit, és a Porsche Forma 1-es motorjával fognak versenyezni, gyakorlatilag mindent elmondott, aztán mi lett ebből? Tippeljetek minden. Az évvilágon semmi. Nagyon-nagyon jó beszéd. Dan Rossen úr ugyanis távozott az év végén, hivatalos indokként azt nevezte meg, hogy az akkori FIA elnök Jean-Marie Balestre náci. Ennyi. Ugye Bernie Ecclestonról sem volt túl jó véleménnyel, itt maffia vezérnek titulálta, és tényleg mindenkit elküldött. Balestre egy náci. Most az elképesztő az Onyx csapat történetében az, hogy miután ez az ember távozott, ez a csapat története folytatódott, és valahogy még abszurdabb lett. Na ez a nagy művészet. Emlékeztek-e arra az időre, a daliás időkre, amikor a Monteverdi istáló szerepel? Bizony. Bizony, nem? Két egész futamon töltött a Monteverdi istáló formáját, ez nem más, mint az Onyx, csak történetük utolsó két versenyére átnevezték Monteverdire, az egyik tulajdonostól. Három svájci üzletnek megvettem ezt a csapatot. Mindenkit kiputtak a fenébe. Tervezőket, pilótákat, Stefan Johanssont, aki azért mégiscsak egy igen jó versenyző volt, és beültették egy bizonyos Gregor Foyteket. Gregor Foytek is sok mindenről nevezetes autóversenyző, talán a tehetségéről nem. De sok másról igen. És az ő apukája volt az egyik tulajdonos, a másik embernek, és innen jön a nagyon durva, autómúzeuma volt Monteverdinknak. Gyakorlatilag az autómúzeumában akarta a csapat főhadiszállását berendezni, hogy egyfajta ilyen élő múzeum kiállítást hozzon létre. Nem marha jó? Vérprofi, nem? Hogy úgy működik egy Forma 1-es csapat, hogy bár frankos pelinkői egyért boldog-boldogtalan besétálhat, szétnézhet, akár még beállhat szerelni. Mert abból nem volt. Na, melyik volt az a nagy díj, ahol részt vett a Monteverdi? Hú... Segezzél bennünket. Járom. Ma Magyarország nem volt Magyarország? Bizony. Pedig. Nálunk is voltak. Emlékszem rá, ez 1990-ben bizony történt. Jézusom. Hogy az 1990-es magyar nagydíjon az apukában megvásároltuk a műsorfüzetet. És abban volt egy egész oldal a Monteverdi istálóról. Nem tudom, hogy mit tudtak annyi mindent írni, vagy elő kellene keresni valahonnan a családi archívból. Képzeljétek el, hogy az internet meg minden előtti időszakban, hogy ezt a csapatot 2-3 héttel korábban még Onyxnek hívták. Hogy amikor azért másmilyen volt a hírek áramlása, meg nem volt Twitter, meg minden, és kimész a magyar nagydíjra, veszel egy műsorfezetet, benne van a Monteverdi csapat, és azt nézed, hogy ez meg ki a fene? Igen. És hát nagyon méltatlan, nem méltatlan, bocsánat, inkább azt mondom, hogy méltó véget ért a csapat egész történetükhöz. Ugyanis hát az említett autómúzeum később még fontos szerepet kapott a csapat történetében, ugyanis amikor elfogyott a pénz, alig ha meglepő módon, nem volt már pénztartalék alkatrészte, mert ezért az autómúzeumban kiállított autókból gyűjtött meg a és hogy nem tudom, amiben azzal dolgozunk, és akkor még ilyeneket lehet olvasni róluk, hogy hát az utolsó időkben ugye a apuka, Foytek apuka azt mondta, hogy na kész az ő kisfiú ebbe az autóba, már belemenül, mert ez egy halálcsapda. És többek között a törött felfüggesztést egyszer nem cserélték ki, hanem összeforrasztották. Össze kell forrasztani. Forma 1-es autó. Összeelkeztették a felfüggesztést.
A másik versenyző meg az egyébként, aztán később, hát hogy mi azért jobb sose érdemes, JJ Leto volt. Jaj, geci! Jürgi Jármi Leto. Jürgi Jármi Leto, bizony, aki ugye még Mihály Schumacher csapattársát is elfoglalhatta egy rövid időre, 94-ben. 94-ben, így a Benettonban. És hát ő például úgy járt, hogy a... Hát egyszer csak észrevették, hogy nagyjából két hónapja fordítanakban van a Diffy beszerelve. Nagyjából két hónapja. Nem baj az. Jól van az. Jól van az. Összességében azt mondom, hogy ha bár valóban listánk tagjai közül egyedülként egy dobogót szereztek, azért összességében az Onyx mégiscsak megérdemli, hogy csapatok voltak gyerekek 30 éve. Kollega is. Zsír! Valamiféle véleményt. Ó. Visszasírjuk ezeket, nem? Szerettem volna két dolgot elmondani, mielőtt megkérdezik az ügyteljes kollégát. Csak hogy... Meghalok. Borzasztóan meglepődtem a fizimiskáján ennek az úrnak, és kíváncsi voltam, hogy vajon forrasszuk a 80-as évek végén is ezzel a hosszú őszhajjal és hosszú ősszakállal rendelkezette, de igen, akkor is. Tehát 18-ban hunyt el valóban, és... Jaj, de, sírok. 80-as évek végén, 88-ban vagy 89-ben a Magyar Nagy Díjon szintén ugyanígy jelent meg. Nagyon jól kiolvasható egyébként az egyik fényképen, amit majd beteszünk a podcast csoportba, hogy látszik, hogy Hungarian GP a háttérbe a sajtó belépén, akkor még nem kártyát hordtak az újságírók, hanem egy ilyen hatalmas tacepaót kellett cérnán a nyakunkba akasztani. Szóval, ja igen, én meg még azt találtam róla, hogy... Azt! Nem tudom, hogy rendelkezett-e más ember a Földön ennyi darab utcai Ferrari-val, mint ő, mert 102 darab található a gyűjteményében. És mindezt az információt meg kell, hogy mondjam, hogy nem saját fejemből, hanem a formula.hu idevágó weboldalából vettem, ugyanis a Retro World-ban rendszeresen találni ehhez hasonló nagyszerű cikkeket. Azt hiszem, hogy ez még Gergő kezemunkája lehetett egykoron. Na? Igen. Mindenképp érdemes utána nézni ennek Jean-Pierre Farrós szemnek, elképesztő valamit. Elképesztő figura. Ilyen információk vannak róla, hogy azzal haknizott, hogy ő már 1988 óta jó viszonyt ápolt Osama Bin Ladennel például. Volt idő, amikor Amerikában slotkár versenyeket rendezett, és pontiákokat ajándékozott a slotkár verseny győzteseinek, meg tényleg nagy lábon élő. A slotkár az a kis sínen futó távirányítós autó? Tudomásom szerint igen. Mert olyannal én is játszottam gyerekkoromban, de nem, hogy pontiákot, egy nyomott Trabantot se kaptam éppen. Több százezer dollárt költött és pontiákokat adományozott ilyen versenyek győztesei. Ilyen futó kis turbó versenyautó, hát elájulok. Volt ilyen gyerekkoromban, imádtam. Nekem is volt. Na jó. Jó, minden esetre adjunk egy effektet az Onyxnak és mindenkinek, aki közre működött ebben a fantasztikus istálóban. És lássuk, hogy a toplista 6. helyén mely csapatot rangsorolt. Meglepő módon ez is a 88-as, 90-es években, szezonokban, három szezon keresztül tevékenykedett. Mi az oka ennek? Ez volt az oka, hogy ez volt az aranykor. Az abszolút aranykor. Tehát itt azt hiszem, hogy a közös metszet az 90, ami egy egészen szédítő év volt. Ugye 90-ben volt a mezőnyben egyszerre az Onyx, ott volt az Eurochrome, és ott volt még két istálló, akik szóba fognak kerülni, tehát az valami hihetetlen volt. Végigolvassátok azt, hogy 90-ben kik és milyen csapatok vettek részt a selejtezőkön. Az ember egy gyönyörűségtől elállít. Lehet dobni a láthat tőle. Le lehet dobni a láthat attól, amit jó, mielőtt elkezd Gergő beszélni az Eurobrun alapinformációiról, mit kell tudni erről az istálóról. Én még azon gondolkodtam el, hogy akkoriban ilyen alakok hirdettek és tartottak sajtótájékoztatót, azért mennyivel érdekesebb dolgokat mondtak az újságíróknak, mint manapság, hogy kiváló munkát végzett a csapat, és hogy fantasztikus volt a összeegyeztetés, nem? Tehát azért ott elhangzottak dolgok, ami utána úgy elégedetten dőzsölte a tenyerét az újságíró, miután kijött egy sajtótájékoztatóról. Elképesztő lehetett ezekkel az emberekkel itt együtt csinálni, az biztos. De Sanyi, szerintem azért valami hasonló, hogyha mennyit beszéltünk ezekről a figurákról, hogy a közelmúltból kit tudnál ezekhez hasonlítani, mert azért az úgy... VJ. Még egyszer? VJ Mália.
Ja. Pizsi Mália, nézzétek meg, a Netflixen van egy film róla, az indiai Bad Boys Millionaire, vagy valami milliárdos rossz fiúk címmel került fel egy mini dokumentum sorozat a Netflixre, és az egyik epizód Vijay Maliáról szólt. Úristen. És egy egészen elképesztő figura. Jó, nyilvánvalóan sokkal komolyabban vette a Forma 1-es szerepvállalást, mint ezek az urak, akiket hát túlzás nélkül egyiket másikat kőkevés szélhámosnak titulálni. És például az nekem bennem felsejlik még az első találkozásom Vijay Maliával. Az egyik magyar nagy díjon volt, már nem emlékszem, hogy melyik évben. Nem emlékszem, hogy melyik év volt, de akkor talán éppen nem pontot szereztek, nem tudom, hogy melyik év volt, megmondom őszintén, csak arra emlékszem, hogy nagy sebben lobba liparkottam odafelé a Force India motorhomba, hogy hát, ha sikerül őt elcsípni, mert ugye legendákat hallottam róla, hogy mekkora forma, és ugye ez a fotocellás ajtó, hogy kinyílt, belül homály volt, és ahogy a napfényről beléptél, ugye egy pillanatra elvakulsz olyankor, van egy ezred másodperc, egy blackout, és hogy mentem be, lesütött feje, így, hogy fölkaptam a fejem, blackout, és egyszer csak ott állt előttem Vijay Maliá teljes életnagyságban, egy óriási nagy pohár pezsgő, és egy bivaj nagy szivar volt a kezében, és az utamat állt, és azt kérdezte, hogy hova. Mondom neki, hogy hát Marion, hát én önhöz jöttem, mondom, hogy pontot szerzett a csapat, hogy néhány kérdés, ne, ott a kijárat. Személyesen benderített ki a motorom volt, utána megálltam, ott néztem a kis csóri szárnyas, hogy most akkor atya úristen, mi fog történni, és akkor eltelt egy néhány perc, és ugyanúgy, hogy volt a pezsgővel és a szivarral kijött, és akkor intett, hogy na, akkor gyere be, és akkor beszélgessünk. És akkor kaptam körülbelül 2 percet, amikor nem tudom, már nem emlékszem, hogy mit kérdezted, de arra emlékszem, hogy a Force India a világ legjobb csapata volt, a pilótái a világ legjobb pilótái voltak, ez egy világra szóló siker, amit mindenütt ünnepelni fognak, és sokáig emlegetni fognak. Egészen elképesztő figura volt. De nézzétek meg mindenképpen a Netflixen a filmet, én nem mondom azt, hogy minden pontosan úgy van, ahogy ott állítják, de arra tökéletesen rávilágít ez a film, hogy Vijay Maliá nagyon komoly összegeket investált a Form 1-es csapatba. Ha tetszett a videó, csapj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradjál le a többi tartalomból sem.